Köszöntöm a kedves nézőinket, önök december 1-én, kedd este a Tatai Televízió napi híradóját láthatják. Tartsanak velünk mai adásunkban is! A koronavírus járvány legfrissebb adatairól számolt be a polgármester. Fertőtlenítőkkel is segíti a szociális alapellátót a Bridgestone Kft. Sokan nem rendeltetésszerűen használják a tatai szelektív kukákat. Országszerte növekszik a koronavírussal fertőzöttek száma, ezért továbbra is rendszeresen tart tájékoztatót a témában Mihű József tataváros polgármestere. A járvány terjedésének megelőzése érdekében hozott óvintézkedéseket és városunkat érintő legfontosabb aktualitásokat hallhatják a következő percekben. Kedves tataiak, a koronavírus járvánnyal kapcsolatban a következő információkat szeretném megosztani. Jelen pillanatban 124 pozitív esetről tudunk a városunkban, 106 karanténosról, illetve 34 fő pedig a szociális otthonban van karanténban, tehát így összesen 140-en vannak karanténban a városban. Sajnos 5-en kórházban vannak, és szomorúan kell jeleznem, hogy 2-en elhunytak. Jó Isten nyugtassa őket, részvétünk a családnak. Az adatok után az intézményeinkről néhány szóban. A bölcsödeinkben, hála Istennek úgy néz ki, hogy a Juniorka Alapítványi Bölcsödében is rendeződik a helyzet. Egy csoportban már hétfőtől megindult a gyermekek ellátása, és ahogy gyógyulnak a gondozók, jönnek vissza ők is, úgy tud az bölcsöde teljes kapacitással működni hamarosan. A Városi Bölcsödében, a Csillagsziget Bölcsödében 3 dolgozónk van jelenleg betegállományban. Ugyanaz ő tesztjük a múlt héten még negatív volt, de enyhe tüneteket mutatnak, ezért otthon vannak. És tegnaptól viszont egy újabb szűrést végeztünk az intézményben, ez pedig mindenki esetében, akik dolgoznak, negatív lett, tehát hála Istennek a bölcsödénkben is minden rendben van. Az óvodáinkat illetően szintén jó hírekről tudok beszámolni. Az óvodai dolgozóink közül egy fő igazoltan fertőzött, és egy fő van hatósági karanténban. Néhányan otthon vannak légúti betegségek miatt, tünetek miatt. Azt kértük, hogyha bármilyen tünete van az óvoda pedagógusainknak, munkatársainknak, inkább maradjanak otthon. Na így van még néhány fő otthon. A Bartók óvodában a korábbi karanténban került csoport tegnap már visszatérhetett, és újra járnak az óviba, és ebben az óvodában is, amikor tegnapi napon megtartottuk a szűrést, akkor minden dolgozó tesztje negatív lett ott a Bartókban, tehát nyugodtan oda is vihetik a gyermekeiket, és így összefoglalóan tehát az összes óvodánk működik, mindenhova várjuk szeretettel a kisgyerekeket. A járvány elleni védekezéshez szükséges minden feltételt az összes óvodánkban természetesen továbbra is biztosítjuk, védőfelszerelést, illetve a fertőtlenítéshez szükséges eszközöket, és napi jelentéssel folyamatosan követjük az óvodáinknak a működését. A nem önkormányzati működtetési Juniorka alapítvány óvodában 2 óvodapedagógusnak lett pozitív a tesztje, ezért ott még tart a zárvatartás. Megtörtént viszont a teljes fertőtlenítés, és a csoportok mielőbbi újranyitását tervezik. Azt, amint tudok róla, én is pontos információt rögtön fogom mondani, de az óvoda gondoskodik arról, hogy a szülők képbe legyenek és információjuk legyen. Az iskoláinkat érintően is jó hírek vannak. A tatai iskolák, általános iskolák rendes tantermi munkarend szerint dolgoznak. Néhány osztály esetében kell digitális oktatásra átállni. Egyébként hála Istennek normál munkarendben tudnak dolgozni. A középiskoláink pedig hát november 11 óta, most már 3 hete digitális munkarendben vannak. Az újúti diákotthonban lett néhány pedagógus, összesen 6 fő,
illetve két gyógypedagógiai segítő munkatárs és két fő tanuló koronavírussal fertőzött. Ők reméljük, hogy tünetmentesen és gyorsan átvészelik ezt az időszakot, és vissza tudnak állni az oktatásba. Egyébként ennek az érintett osztálynak kellett digitális oktatásra átérni, és a fejlesztő iskola, készségfejlesztő iskola és szakiskolai osztályokban, ahogy eddig is, mert az már középiskolai résznek számított, digitális formában történik az oktatás, tehát az újúti iskolában van ez az állapot. A református gimnáziumban, ahol van 7.-8. osztály, november 30-án szintén volt egy csoportos tesztelés, most már minden eredmény negatív lett, tehát a tegnapi eredmények negatívak, tehát ott minden gond nélkül folyhat az oktatás. Szociális otthon. Az idősek otthonában, a Fényes Fasorban tegnap elvégeztük újra a tesztelést a dolgozókon. A Fényes Fasorban 36 dolgozóból két főnek lett pozitív a tesztje, így összesen jelenleg 21 dolgozó igazoltan koronavírusos, viszont valamennyien tünetmentesek, hála Istennek, tehát nem betegek, csak fertőzöttek, reméljük, hogy a betegség nem is éri el őket, tehát átvészelik ezt az időszakot, amit karantén kell tölteniük, így, és tünetmentesek maradnak. Egy munkatársunknak már le is járt a hatósági karantén, tegnapi napon már véget ért ez a karanténja, és holnaptól újra munkába tud állni, ma bent volt ő is, és holnap pedig már rendesen dolgozik. A Fényes Fasorban továbbra is minden gondozottunk negatív, és fertőzésre utaló tüneteik sincsenek. A Kocsi utcai otthonban pedig szintén nem terjed tovább, hála Istennek, a vírus. Ott folyamatosan figyeljük és teszteljük az időseket is, a munkatársakat is. Szerencsére nem jöttek elő olyan tünetek a jelenleg 34 főből, akik igazoltan pozitív tesztet végeztek, akiken pozitív lett a teszt. Hála Istennek nincsen újabb tünetes, és ezért megnyugtató a helyzet a Kocsi utcai szociális otthonban is. Minden otthont elláttunk bőven teával, természetesen vitaminokkal és csokoládéval is. Szeretnénk segíteni, hogy a lehető legnagyobb biztonság legyenek, a munkatársainknak pedig nagyon-nagyon köszönjük a megfeszített munkát. Igazgató úrnak jobbulást kívánunk, ő is fertőzött lett időközben, és az otthonából irányítja a szociális otthonnak a munkáját. Két főnövérnek, a gazdasági vezetésnek külön is köszönöm a megfeszített erővel végzett munkát, és a szociális alapellátó intézményen munkatársainak is nagyon szépen köszönjük, hiszen ők azok, akik most kisegítik a szociális otthont, és a hiányzó munkaerőt ők pótolják, és szeretném még egyszer megköszönni a hivatalom munkatársainak is, hogy azonnal nagy létszámban önkéntesnek jelentkeztek, amennyiben a szociális otthonba be kell állni és segíteni kell, a gondozónők létszáma esetleg még tovább csökkenne. Kedves tataiak, nagyon-nagyon kérek mindenkit, hogy vigyázzunk magunkra. Jó esély van arra, hogy itt meg tudjuk fogni körülbelül ezen a szinten a vírus terjedését, de ez csak akkor sikerülhet, ha mindenki egyenként nagyon odafigyel, nem hágja át a szabályokat, betartja a városi rendeleteket és a központi rendeleteket is. Így kérek mindenkit nagyon, hogy különösen a vásárlás, nagyobb tömegbe való mozgás esetén nagyon-nagyon vigyázzunk egymásra azzal, hogy maszkot használunk, és lehetőség szerint tartjuk a távolságot egymástól. Nagyon-nagyon jó egészséget kívánok, vigyázzunk egymásra, vigyázzanak magukra! Több mint 100 liter fertőtlenítőszerrel, védőruházattal és egyszerhasználatos maszkokkal segíti a szociális alapellátó és az idősek otthona mindennapjait a Bridgestone Kft. November utolsó hétfőjén a vállalat ügyvezető igazgatója személyesen adta át a felajánlásokat.
Vigyázzunk egymásra! Az idei évben egyre több helyen hallható, illetve olvasható a motto, így a Briston Kft. Adományait rejtő dobozon is. A vállalat ugyanis több mint 100 liter fertőtlenítőszert, védőruházatot és egyszerhasználatos maszkokat adományozott november végén a Tatai Szociális Alapellátó Intézmény és a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona számára. Ugye a Bristonnak alapvető célja és küldetésünk, hogy a helyi közösséget támogassuk és szolgáljuk. Ezt már alapítók is megfogalmazott Sojiro Ishibashi, hogy a társadalom szolgálta kiváló minőséggel. És ugye, ahogy ön is mondta, ez egy rendhagyó időszak sajnos módon, ugye nagyon hektikusak a körülmények, és ilyenkor még jobban felelősségnek érezi a vállalat, hogy ahol a lakóközösségünk van, ott azokat, akik leginkább rászólnak, azokat segítsük. És tulajdonképpen ugye, amivel mi segítünk, azok védőfelszerelések, a járvány elleni védekezés elősegítését szolgáló tisztító folyadékok, gumikesztyűk, egyszerhasználatos maszkok, minden, ami szükség van arra, hogy főleg a szociális ellátó, hogy a rászorulók azok tulajdonképpen személyes támogatást kapjanak ezáltal. A Szociális Alapellátó Intézmény feladatkörét jelentősen befolyásolja a koronavírus, így nagy segítségnek számítanak az ilyen típusú felajánlások. Mindenképpen nagyon nagy segítség, hiszen nekem a dolgozónak a 90%-a külső helyeken dolgozik, ami azt jelenti, hogy akár a bevásárlást, a gyógyszerkiváltást, akár a családgondozásokat, a idősek gondozását mind-mind külső helyszínen folytatják, ami azt jelenti, hogy sokkal több a maszk használatunk, a fertőtlenítőnek a használata, a gumikesztyűnek a használata, és ugye mind a fenntartó, mind az intézménynek a költségvetése sajnos véges, tehát ezért minden egyes segítséget hálásan köszönünk, amivel biztosítani tudom a kollégáknak a védelmét, illetve az ellátottaink védelmét is a vírussal szemben. A Briston Kft. Előzetes egyeztetés alapján mérte fel a két intézmény igényeit, majd azokat figyelembe véve állították össze a segítő adományokat. A város több helyszínén vehetik igénybe a tatai polgárok a szelektív hulladékgyűjtés lehetőségét. A vírushelyzet miatt azonban megnövekedett például a papírszemetek mennyisége. Horváti Lóránt képviselő a körzetben felmerülő problémákról tartott tájékoztatót. Szétdobált kommunális szemetek teszik szinte lehetetlenné a kertvárosi szelektív hulladékgyűjtők megközelítését. Sajnos nem új keletű a probléma. A város több pontján is érezhető a szemétlerakók nem rendeltetésszerű használata. Egy olyan településen ezt tapasztalni, ahol azt tudom mondani, hogy az itt élő polgárság jelentős része környezettudatos. Ott, ahol arra figyelünk, hogy a ide települő vadulakat ne riasszuk el túlzottan nagy tűzijátékokkal, és ne okozzunk a lakásoknál, házaknál lévő kutyáknak riadalmat, akkor, amikor saját szórakozásunkra tűzijátékot produkálunk, akkor hogy tudunk megengedni magunknak ilyen helyzetet, ami mögöttem is látható, és ez reggel még sokkal rosszabb volt. Itt voltam akkor is, amikor a papírhulladékot a szelektív gyűjtő autó elvitte, hát nem kívánom azt a helyzetet ismertetni, de van korábbi felvételm is arról, hogy hogyan tud kinézni egy vasárnap utáni hétfői kezdéskor ez a szelektív gyűjtő, amit én valahogy nem tudok elfogadni, és tudom azt, hogyha itt most körbe megyünk a családi házaknál, azt látjuk, hogy 95-99%-ban rend van mindenkinek a saját portáján belül. Én biztos vagyok benne abban, hogy ezt nem itt élő tatai polgárok okozzák, mert vannak ők annyira igényesek, hogy hát ha otthon rendet tartok, akkor a közszereten is rendet tartok. Nem jellemző Tatára a rendetlenség, sőt kertvárosra sem, és ezért furcsa ez a mostani dolog, hogy folyamatosan, fegyelmezetlenül, nem a kialakult szabályokat betartva rontjuk, szennyezzük a környezetünket. Nagyon szomorú vagyok, és szeretnék optimista lenni, tudok is az lenni, és azt remélem, hogy karácsonyig már ilyen kérdésekkel talán nem kell foglalkoznunk. A város is terve, sokat próbál ez ügyben tenni, nem csak ezen a helyen van ezzel probléma, máshogy is. A következő időszak egyik jelentős dolga lesz, hogy táblával fogjuk tájékoztatni azokat, akik itt a gyűjtőedényen kívül helyezik el a általuk hozott hulladékot, büntethető tevékenységet fognak végezni, ha elhelyezik. Valamint szeretnénk még szigorúbban ellenőrizni ezeket a területeket tavasz folyamán felszerelendő kamerákkal.
egyszerűen nagyon, nagyon rossz erről beszélni, meg erről így beszámolni, de nem lehet másként. Tehát ilyen, lehet, hogy emögött van mondjuk kutya is, vagy egyéb, aki szétszette a zsákokat, akkor sem itt kell elhelyezni, meg nem ilyen módon azt a hulladékot, ami az otthoni gyűjtőedényben, vagy máshova való. Én bízom abban, hogy tudunk ebbe felnőni Tata méltóságához, és Tatának kivívott, nemzetközileg kivívott méltó helyéhez. A Tatai Szociális Alapellátó Intézmény munkatársai várják azok hívását, akik a járványügyi helyzettel kapcsolatosan ellátásuk terén segítségre szorulnak, így az idősek, karanténban lévők vagy nagycsaládosok. Munkaidőben a 0630 691 0049-es, éjjel-nappal pedig a 0630 340 43-as 43-as telefonszámok hívhatóak. A járványügyi intézkedésre való tekintettel a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár és Fiók Könyvtárai 2020. december 11-ig zárva tartanak. A lejárt határidejű könyveket azonban meghosszabbítják. A változásokat figyelemmel kísérhetik a könyvtár honlapján és Facebook oldalán is. Idén második alkalommal vehetnek részt az érdeklődők a Hagyj el egy Mikulás csomagot Tatai eseményén. A kezdeményezés során december 6-án a város forgalmas helyszínein helyezhetnek el ajándékokat a résztvevők, hogy azok örömet okozzanak megtalálóinak. A program részleteiről a Hagyj el egy Mikulás csomagot Tatán 2 elnevezési Facebook eseményen olvashatnak bővebben. Következzenek keddesti híreink még egyszer, röviden. A koronavírus járvány legfrissebb adatairól számolt be a polgármester. Fertőtlenítőkkel is segíti a szociális alapellátót a Bridgestone Kft. Sokan nem rendeltetésszerűen használják a tatai szelektív kukákat. Munkatársaim nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket, önök december 1-én kedd este a Tatai Televízió napi híradóját láthatták. Tartsanak velünk a folytatásban is, hiszen Sportkett című műsoron következik. Én további szép estét kívánok önöknek, vigyázzanak magukra és egymásra is. A viszontlátásra!